egy másik érdekesség ennek a kornak, hogy a király, tehát még Viktória előtt van, harmadik György király, annak van egy modell farmja, Windsor kastélya körül, és ott rendesen kísérletezik maga a király újfajta termények előállításával, és hát a megtakarítás módszereivel, hogyan lehet olcsóban húshoz jutni, olcsóban textil alapanyagokhoz jutni. És csak azért említem, mert ez hosszabb lehetne mondani ezt a sorozatát a modernizálásra, de ennek megvan a maga áldozata is, és ez az áldozat angol egyszerű ember, aki kénytelen a faludot hagyni, kénytelen bekötődni a városba, ahol tulajdonképpen a nyomorúság várja. Ez az a nyomorúság, amiről az Engels könyv beszél, és részben erre utal a Disraelinek a regénye is. Nagyon sok forrása van ennek még, mindenki olvasó gondolom a felvédő közül olyan ahol regényeket, amelyek benne szereplők ebből a világból jönnek, Dickens ilyen például, hogy Dickens azért mindig azt mondja, hogy milyen szép regény és milyen jó lehetett olvasni, és hát borzasztó dolgokat mondtál. Azok a dolgok, amiket ő lát, amiket ő a környezetéből leolvas. De a többi angol író is, ugye volt szó a dologról, ebből sok példát lehet idézni, Thackerayt, Trollope-ot, és egy sor más olyan írót, akiknek a megfigyelései azok nagyon jól ülnek egy ilyen társadalmi történeti rekonstrukciós kísérletben. A szegénység szemben persze volt egy nagyon gazdag réteg, és Angliában a gazdag réteg, ez helyet kapott a parlamentben, mert a parlamentnek két háza volt, alsó ház volt a képviselői ház, a felső ház volt a gondok háza, és a két házban ott ültek az angol nagyobb szokos arisztokrácia képviselői, nagyon sok esetben olyan urak, akiknek a földjei nem Angliában voltak, hanem úgynevezett absentee landlordok voltak, tehát távol voltak a földjeiktől, távol éltek a földjeiktől. Egyébként a magyar arisztokrácia is nagyon sok tekintetben ilyen módon élt, tehát ezek a dunántúli magyar arisztokrata családok, ezek nagyon sok esetben Bécsben vagy Rivieren vagy bárhol máshol éltek, és csak felhasználták azt a vagyont, amit termeltek a birtokaikon. Ugyanez meg volt Angliában is, ahol ezek a nagy birtokos urak, ezek nagyon sokszor Írországban tartották a földjeiket, és az ír földnek termékeit hozták el, amikor Angliába vagy más eladási területekre, és abból éltek nagyszerűen. Miközben a ott hagyott területek tökre mentek, sokszor ilyen például ír Burgonya válság esette 1845-6-7-8-9,1852-ig, amikor a királynő oda látogatott. A ír Burgonya válság, a Burgonya vész, amit figyeltek, az olyan távol élő földes uraknak a birtokai alakul ki, akik kivitték a legjobb agrártermékeket, és a végére ott maradt volna a burgonya, de a burgonya viszont megbetegedett, és így aztán nem tudtak kitenni, úgyhogy ott milliók éheztek. A szószoros értelmében azért mentek sokat ki Amerikába, legalább egy milliárd több, mint egy millió ember ment el akkor Amerikába. És ez direkt eredménye volt ennek a földtartási formának, hogy az angol nagyirtokos nem év közvetlen kapcsolatban a földjével, hanem hagyta gyakorlani a földet is, meg a nyírtok lakói is. Ez tehát egy nagyon kétélű gazdasági szerkezet volt,
nagyon sok szegény emberrel és nagyon sok gazdag emberrel, akiknek komoly befektetései voltak, és ebből az egészből nagyon jól jöttek ki a saját számukra, ami a telepon ilyen szép kastélyokkal és palottákkal mai napig is, és bizonyos értelemben divat is volt ilyeneket építeni, akár ajándékba. Ott van például az első Marlborough herceg, aki a Churchill családból származott, és ő nyerte meg Anglia számára a spanyol örökösödési háborút, és ennek elismeréseképpen kapta a Blenheim kastélyt ajándékba. Blenheim volt az a német hely, ahol megverték az ellenfelet az angolok, és ennek emlékére Blenheimnek hívják azt az Angliában lévő kastélyt. Ez egy didaktikus kastély, ott született a híresével Churchill is egyébként. Csak azért említem, hogy ezek a nagy házak, ahogy hívták őket, ezek jól jelezték és jelezik a mai napig is, hogy milyen jól értek az angol arisztokrácia tagjai, és mennyire kiáltó ellentmondásban volt és maradt a szegények és a gazdagok Angliája egymással. Egy következő pont, amit még megemlítenék, mert elszalad, az a királyi uralkodásának a vége értelemszerűen. A királynak egy fia volt, ebből lett a 7. Edward nevű uralkodó, elég idős korában, egy kicsit hasonló volt ezek a mostanihoz, abban a különbséggel, hogy ez a 7. Edward nem volt egy nagyon jelentős ember, talán a Károly herceg jobb lesz nála, ha megírja a szó a lépését. Minden esetre a trónutódlás végbe ment 1901 után, 1910-ig élt ez a 7. Edward, és amit megörökölt, az tulajdonképpen meglehetősen intakt angol birodalom volt, amely képes volt 1904-ben, tehát a királyi halála után néhány évtizedben, szövetkezni Franciaországgal, amely már szövetkezett korábban 1891-ben Oroszországgal, és ebből jött létre az Antant szövetség, az első világháborúnak a nyugati szintere. Azért mondom, hogy mondjuk úgy, mert hogy Oroszországon is szökkelte volt, az egésznek az volt a lényege, hogy Németországot megpróbálták csatúba szorítani, és így a Németországtól keletre lévő Oroszország és a Németországtól nyugatról lévő Franciaország és Anglia szövetkezett egymással. Ez azért fontos lakosság ebből a országból, mert ebből jött az után ki az első világháború küzdelme a Antant hatalmak és a Bündnis Összefogott Hatalmak között. Ezek utóbbi ezt lakoztak, hogy a Németország, Ausztria, Magyarország, Bulgária és és ebből annyit érdemes minőszer megjegyezni, hogy ez a Nagy-Britannia éppen a hatalmas kiterjedése miatt, India részvétele miatt és tovább képes volt megverni ezt a nagyon jól felkészült és felfedezett Németországot. Egy másik is talán már az utolsó pont, amit még kiemelnék, az a Angliának a talán legfontosabb öröksége, és ez érdekes pont, de ez tűnik nagyon erősen, az az, hogy az angol nyelv az nagyjából ekkor kezdi meg a világhódító pályáját. Noha igazán sikeres az amerikai második világháború győzelem után lesz. Tehát nem annyira az angliai angolt sikerül elterjeszteni a világban, mint inkább az amerikai angolt. Azért, mert az amerikaiak elfoglalták Nyugat-Európának egy jelentős részét, Németország déli részét, Hollandiát, Franciaországot és így tovább. És a
háború győzteseként a nyelvüket, ugye amerikanizálták Németországot, nácitlanították Németországot, és ezekkel ez szorosan összefüggött ez az angol. De ugyanakkor nem szabad úgy, szerintem nem lehet elfelejtkezni arról, hogy azért mégiscsak ez az angol nyelve volt, először, és az angoloknak a kulturális világ hódítása az ebből is adódott, hogy egy olyan nyelvet használtak, ami nem volt otthon a kontinensen, tehát kívülről jött. Ez volt a sikerének titka, hogy egy olyan nyelvet tudtak átplantálni az európai kontinensen, ami ott senki nem beszélve a nyelvként. Én meggyőződésem, hogy a német azért maradt ki ebből a harcból, mert a német olyan használatra szorítkozott, amely nem volt rokon szemben senkinek sem. Ez egy külön téma, amit amikor hosszabban belemegy, csak megkaptam megítélni, hogy mi minden maradt az angol világirodalom után ránk. Maradt egy nagyon nagy kulturális örökség is, nagy irodalom, nagy drámák, nagy költészet. Azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb úgy, hogy gyöngyszeme a viktoriánus Nagy-Britániának az a irodalom, amelyik maradt. Zene sokkal kevésbé, festészet bizonyos mértékben maradt rá, de a legnagyobb örökség itt segni, és hozzá lehet sorol érvészet szintematikai az a terjedési. Ezekkel a pontokkal nagyon érdemes foglalkozni, azt hiszem, nem csak azért, mert a műtőjövőjelmát műjük, hanem azért is, mert a Brexit előhozza ezeket a pontokat. Tehát itt most újra szó van arról, hogy például Nagy-Britannia mennyire lesz Nagy-Britannia, várhatóan azért megítélésem szerint Skócia újabb népszavazást tartani, hogyha a Brexit keresztül megy, és annak az eredménye nagyon várhatóan az lesz, hogy Skócia függetlenné válik, és örömmel belép, ha hagyják az Európai Unióba a saját jogán. Ugye Skóciának van a partmenti vizek alatt olaja, amely bizonyos emberek szerint 30 évre elég, mások 15 évre mondják ezt, de akár ki akármit jósol, ez egy nagyon nagy vagyon, mivel a csoportok egészen biztosan élnek majd, és el akarnak szakadni Angliától. Ez esetben ugye marad, ugye most az Egyesült Királyság, a Nagy-Britanniából áll, ami a nagy sziget, és Észak-Írországból áll, ami a kisebb szigetnek az északi része. Nagyon valószínűleg tűnik nekem, hogy tőle az észak-írországi hat különböző Aston megye, az majd inkább csapatodik a Kül-Írország részéhez, a mai Ír köztársasághoz, mintsem, hogy ez a magára maradt Angliához tartozik még sokáig. Egy mozdulat csak utolsó nap, hogy az észak-ír megyék, azok ugye azért vannak Anglia mellett, mert protestáns, angol és skót hódító vették rá ezeket a következő perszékszállóban. Tehát ezek nem igazán fognak szívesen össze a katolikus déli ír köztársasággal. Ezt majd meglátjuk, hogy meg tudjuk erőni, hogy alakul. Mindenesetre, amit most próbáltam vázolni, az nagyon érdekes módon fog tükröződni a Brexitben és a Brexit után nagyon hamarosan, és akkor más fényben fog megmutatkozni, mint az a véről, hogy beszéltünk. Köszönöm szépen!
akkor most megnyitnánk. Na most módszertanilag, hogy haladjunk, hogy össze-vissza, vagy, vagy haladjunk valamennyi előadásonként? Össze-vissza. Jó, akkor össze-vissza, akkor tiétek a szót. Mondjuk először, akik nem voltak előadók, azokat biztattam, hogy... Na jó, akkor megidunk. Eszter, ugye te nagyon intenzíven beszéltél erről a szekularizációs történetről. Na most, én nagyon ugye, jó, én ezt csak ilyen oktatáspolitika történetileg néztem, de én úgy láttam, hogy lényegében minden izérnél, tehát minden kormányváltásnál a konzervatív, minden konzervatív liberális váltásnál az volt az egyik fő kérdése a kormányváltásnak, hogy az a pénzecske, ami a közpénzből az anglikán iskolák finanszírozására megy, az úgy menjen el, hogy egybe megkapja az egyház, és utána saját maga szórja szét a pénzt, vagy pedig az iskolákat finanszírozza a rendszer. Magyarán, ugye lényegében az egyik azt jelenti, hogy borzalmas közpénzből finanszírozzák az egyházat, amelyik utána azt csinál vele, amit akar. Tehát magyarán, hogy ez a mai rendszerben van, tehát egy mai magyar rendszerben, tehát egy ilyen teljesen alkotmányellenes és mindenféle, hogy mondjam, normatívát kizáró módon, vagy pedig iskolához kötöttek. Na most, ha viszont ez váltógazdaság jelleggel változik, az viszont azt mutatja, hogy itt nem egyenes irányú ez a szekularizációs játszma, hanem ingadozó. Igen, hát egyébként én is ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy mondjuk ezt nem mondtam, hogy ingadozó, de hogy ez egy nagyon komplex folyamat, és hogy voltak szekularizációs tendenciák is, tehát hogy a vallási cenzus is kimutatta, hogy az egyéni vallásgyakorlás aránya az jelentősen csökkent a városokban, főleg ki is akadtak egy csomóan, hogy ezek a munkások, ezek a templomban, stb. Ugyanakkor meg egy vallási megújulás is volt, és templomok, sőt iskolák is létesültek újak, de hogy ugye 1870-ben jött először egy olyan oktatási törvény, amelyik kötelezővé tette egyetemet. De viszonylag a koroszokhoz képest ez későn volt, tehát sokáig. De az oktatás ügy, ez egy fontos kérdés volt Angliában, de elég sokáig ment ez a vita, hogy jó-e, hogyha tanítjuk itt a népeket, vagy nem jó, és ugye aztán kiszélesítették egy valamilyen irányba a választójogot, és szükségszerűvé vált az oktatás is. Tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy melyik évekről beszélsz, de hogy ugye kötelező oktatás az odáig nem volt. Tehát a vasárnapi iskola volt, illetve voltak ezek az elit iskolák, bentlakásos fiúiskolák. Teljesen. Az 1801-es gyári törvény. Az 1801-es gyári törvény az egyértelműen úgy rendelkezett, hogy minden munkáltatónak, minden munkás gyerekét iskolába kell járatni. Tehát ez egy, nem, tehát azt akarom mondani, hogy ez a oktatás történet írásnak egy ilyen központi mitosza, hogy Angliában nincsen általános oktatás. Nem úgy van általános oktatás, ahogy Poroszországban, tehát hogy meg Magyarországon, tehát hogy a rendőr elviszi. Hanem például úgy, hogy tehát gyakorlatilag a teljes népességre kiterjed. Mert a vidéki Angliát elviszik az anglikánok, de hogy nem nagyobb arányban, mint bárhol a kontinensen. Hát vasárnapi iskolában lehet, hogy jártak, de még 1870-ben is pénzbe került az iskola. Tehát praktikusan
Hát az volt, hogy praktikusan nem jártak a szegény gyerekek iskolába, egész addig, amíg nem volt az ingyenes, tehát kötelező és ingyenes, tehát addig nagyon nagy tömegeknek a gyerekei nem tudtak, tehát én nem tudom, nem ismerem ezt a gyári törvényt, ezért az az egyes, de hogy praktikusan nem nagyon jártak, és írástudatlanság is nagyon magas volt, az egész biztos. Tehát alacsonyabb volt, mint bárhol Európában. Hát finnek kivételével. Azt nem tudom, de hogy mégis odáig, szóval hogy nagyon nagy tömegek nem jutottak el odáig az iskoláztatás terén, hogy írni, olvasni, hogy megtanuljanak. De az is főleg persze a vasárnapi iskolákban zajlott, hogy a olvasással összefüggésben az írni, olvasás tanítása. Tehát én nem tudom, hogy ez az 1800-as kötelező iskoláztatás ez mire vonatkozott. Nem tudom pontosan elismer ezt a törvényt, de hogy a gyakorlat az az volt, hogy nagyon sok gyerek egyáltalán nem jár. Jó, de ez a nagyon sok, ez kevesebb volt, mint bárhol Európában, ezt mondom. Hát, ezt most nem tudom pontosan, tehát a pontos statisztikákat ezt én nem tudom. Én azt tudom, hogy ott milyen viták zajlottak Angliában például. Hát erről nagyon sokáig ment a vita, hogy egyáltalán jó-e az, hogyha központilag egy egységes oktatási alapképzés, egyetlen egységes tananyagot valaki azt eldönti, hogy mi legyen a tananyag, hogy ez jó-e vagy nem jó, központilag kell ezt szabályozni vagy sem, meg tényleg ez, hogy az alacsonyabb néprétegek oktatása az veszélyes, ez is felmerül. Úgyhogy én ezt szerintem nagyon távol volt a gyakorlat attól, hogy nagyon, nagyon nagy tömegek iskolába jártak volna. És ez az általános, tehát az, hogy gyerekek járjuk mindenki egy iskolába, erről a vita 30-as években kezdődik. 1830-as években kezdődik, ez a National School System volt a vita. Balázs? Rövid hozzászólásom, a kérdésem lenne nekem is a pályasztárhez. Nagyon köszönöm az előadást. Az ütötte meg a fülemet, mert sokat foglalkoztam én is olvasóként természetesen csak. Tehát minden szinten az evolúciós vitával, hogy az egyház hogy állt hozzá. És az ütötte meg a fülemet, amivel teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy tudományszociológiai ez a határkérülés, ez nagyon fontos. És én itt kicsit le is ragadtam, úgyhogy elvesztettem utána pár percig a fonalat, mert gyakorlatilag ez az egyetlen olyan kérdés az egyház számára, ahol ők is azt érezhetik, hogy a tudomány egy hitbeli kérdésben fogom állást. És ma már persze eljutottunk odáig, hogy az egyház részről is vannak olyan tudósok, akik végigjárták a természettudomány különböző fokozatait, és a tudományeszköztárából felépített érvekkel tudnak a tudósokkal vitatkozni, de nyilván az 1900-as évek elején ez olyan ritka kivétel volt, ami nullával egyenlő, tehát nyilván az egyház nem volt birtokában azoknak a tudomány szempontjából elfogadható válaszoknak, amire megszólítatása miatt mégis valami felejtet várt tőle, nem Darwin meg a többiek, hanem a nép. Tehát a megtámadtatást azt én ott érzem, hogy ha hallgattak volna, az azt jelentette volna, hogy hát igen, most bedobtunk, és tényleg egyet kell, hogy érzünk mindennel. Hát igen, most egyrészt arról nem volt idő beszélni, hogy ebben az időben alakult ki ez a professzionalizáció eredményeképpen a hivatásos tudós egyáltalán. De ugye ebben az időszakban még ez nem annyira létezett. Tehát az, hogy most valaki egyébként lelkész vagy bármi, de foglalkozik tudományos tevékenységgel is, és akár ilyennel is, meg olyannal is, tehát hogy nem különböznek el annyira ezek a tevékenységek. Tehát ez, hogy ez a kompetencia, ez nem volt evidens, hogy akkor megkérdőjeleződik. Tehát ezért is volt szerintem ez egy fontos esemény, vagy egy szimbolikus dolog, amikor a Huxley ezzel jött a Wilberforce püspöknek, hogy hát ő egy püspök, akkor ne szóljon bele a tudósok dolgába. Mert ez egész addig nem volt evidens, és hát abszolút, tehát a Bibliának a most nem tudom melyik kiadásában benne volt az, hogy pontosan hányba teremtette az Úr a világot, és akkor ez pár ezer évvel korábban volt, és akkor erre jöttek először a geológusok egyébként az evolúciós elméleteikkel, hogy
ugye egy csomó a földkéregnek a rétegei és a különböző fosszíliák, azok ellentmondtak ennek, meg a Noé bárkája sztorinak is, meg mindenfélének, és akkor ez így már kezdett fellazulni, de ezek a tevékenységi területek pont az egy fontos rész a dolognak, hogy nem különültek el annyira. Tehát, hogy egyáltalán, hogy ez ért lehet, hogy te lelkész vagy, ne szóljál bele, az egy újdonság volt a viszonylag. Tehát korábban simán beleszólhattak, sőt nem is nagyon, tehát egy csomó egyházi ember foglalkozott tudományjal. Egyébként a lelkészeknek meg volt a principium, hogy ők olvastak. Tehát, és nagyon jó kommunikációs készség volt. És ennél a vitánál például az olvastam, hogy nagyon nagy jelentőség volt, hogy a püspök lekezelően beszélt, és pökhendi módon, tehát hogy az egyház a maga igazságát úgy interpretálta, hogy szinte le akarta söpörni a tudományt az asztalról, hogy mit akarsz, te nagyot gondoltál magadban, hát majd azért majd mi tudjuk évszázadok óta, és erre egy nagyon megfontolt híres válasza jött, hogy az egyházi kérdés az nem egy tudományos disziplína most ez itt. És akkor persze ebben egy időben haladt az, hogy kialakultak a disziplinák, meg ti is azt mondtátok végig, hogy gyakorlatilag természettudós, filozófus. Tehát hogy ezek még nem váltak el, hanem tudósok voltak, akik majd aztán lettek valamik, és aztán mellékre jöttek a fizet, például még ott is. Szerintem így ingoványos volt. Ez a kifejezés, hogy tudós, scientist, ez is az 1830-as években jelenik meg egyáltalán. Tehát ez nem volt egy ilyen, meg ha megnézitek ezeknek a tudományos társaságoknak a tagságát, akkor mindenféle. Igen, tehát még később is a szociológiai társadalomtudományi társaságok tagságát, ez mindenféle lelkes, rengeteg egyházi ember, meg filantrópok, mondjuk Amerikában az sokkal inkább jellemző volt, meg mindenki, akit érdekelt a téma, simán, tehát hogy ezek nem voltak ilyen monopolizált területek, nem voltak ilyen világosabb a kritériumok, és szerintem ez egy fontos része volt ennek a korszaknak, hogy ezek egyre jobban kikristályosodtak. De egyébként az meg tök nagyszerű és csodálatos, hogy miközben meg az írás elkezdett egy hiperszinten mondani, növekedni, egyre több ember elkezdett tudni olvasni, vagy tanította a gyerekét az anya otthon a kárba mellett, és ugye elkezdett olvasni, és közben pedig feltetődik a kérdés, hogy kérdezhetsz te, ha nem vagy tudós, és ugyanezzel párhuzamosan jön létre, pedig felmerül bennem a kérdés, és akkor jönnek a tanítók, akik elmennek a nagy urakhoz, és akkor elkezdenek tanítani, akik kis emberekből lettek és jöttek létre a kolostorokban, vagy születtek meg, akik elkezdtek kérdezni, elkezdtek reflektálni a változás, akkor majd tökre kivoltak zárva szerintem. Mármint milyen kolostorokban? Hát, bármilyen rendekben, tehát hogy itt nem jól mondom, hogy ez? Angliában nincsenek kolostorok. 16. században. Tehát, hát igen, ahová bejutottak, ahová eljutottak, és ezért ezek nem a felső osztályok voltak, hiszen nem gondolom, hogy ők ezekből a vitákból beleszóltak. Én azt gondolom, hogy nem szóltak bele. Beleszóltak? Nem, hát mondjuk az egy érdekes dolog volt, hogy most kipről beszélünk, hogy ez a hobbi tudósság, ez tőle egy nagyon divatos dologgá vált a század elejétől kezdve már, amikor jöttek ezek a különböző tervezett tudomás elméletek, és például a fosszíliákat gyűjteni, az egy tök divatos dolog lehet, és van ilyen festmény is, mert mászkáltak ott a tengerparton, és nagyon sokan küldték be ezeket a különböző társaságoknak, és nagyon nagy hozzájárulás volt ez. Egy csomó anyagot gyűjtöttek, vagy botanika például, növényműtemények, stb. És egy csomó nő például, nők foglalkoznak, mert ők ugye mondjuk hivatalos társaságoknak meg ilyeneknek nem lehettek, vagy nem járhattak egyetlenre, stb. De ilyen hobbi tevékenységként foglalkoztattak ezzel, és ők is egy fontos szereplői voltak. Megmondom, a bármaságnál is nagyon fontos volt, hogy igen, visszakapcsolódtam hozzá. Persze, nagyon érdekeztem az előadást, és hogy igazából hogy lesz volna
szeretnék érteni, hogy a James Harris Wilson azt mondta, hogy a társadalmi intézmény, amely nem változik a temető, és hát dehogy nem változik. Szerintem abban volt igaza, hogy igen, mondd vissza, hogy akkor szépen vissza tudjuk tekerni, mi történt a múltban, és hogy érdemes, nem is gondoljuk, mennyire érdemes visszamenni a temetőre és megnézni, hogy nem temetkeztek. De egyébként a interjú szerintem is abszolút igaza van abban, hogy abban mérhető egy társadalom, hogy hogyan bánik a dolgokban. És hogyha ebben kezdtük el kutatni, akkor én is ebben abszolút egyetértek, és akkor én csak hozzátenném azt, hogy például, hogy most fogadjuk rá, hogy a halál Angliában, hogy az elmúlt is egyértelműen, és elhávolodtunk Halottalintól, a beszegényesül a Halottalintól és Visszátalantól, addig a dögöromáknál mindig tök erősen megvan a halottól való elbúcsúzása, a temetésnek a tiszteleten, a nyitott koporsós temetések, tehát ott azért olyan nem nagyon hallunk, hogy nem. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon szegénynek is volt egy ilyen kutatás, hogy hogyan változnak az alaphagyományok, és mint például kiváltódik a házasság, ami nagyon sokba kerül, azzal, hogy elszoktatik a lányt, a temetést a legszegényebbek is megfizetik. Tehát azt, hogy aztán szép ravattal legyen meg, hogy zenével, ékes szóval, mit tudom én, és hogy utána is, és most jön egyébként a halottak napja, hogy ha majd mentek vagy a temetőbe, vagy mit fogtok látni, és én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok rombokkal találkoztok meg. Ők még kimennek, ők még tiszteletet adnak, ők még gyertyát gyújtanak, ők még visznek vodkát, pálinkát, italt, ők még visznek ételt, ők még visznek dohányt, ők még abszolút használják ezt az átjárást az élők és a holtak között, ezt a napot, amikor tiszteletet tehetnek a régiek felé, és egyébként reggel teljesen véletlenül vagy direkt a barátom ajánlotta, hogy a Bobi Hilda önéletrajzát olvastam, néztem, és hogy ő mondta azt, hogy aki létrehozta egyébként a Színész Múzeumot is, hogy addig vagyunk, amíg emlékezünk. És amíg emlékezünk és életben tartjuk a szeretteinket, addig vannak. És szerintem az egy hatalmas tisztelet, amit mi románok viszont nagyon tartunk, és hogy ez a feketében is megjelenik, és csak egy utolsó kutatás, hogy amíg a romák tartják ezeket a rituáinkat és a feketét is, azt tartották, hogy hát milyen dolog ez, mert hogy a depresszió meg nem hult el, hanem tök erősen jelen van. És hogy ezt úgy próbálják feloldani, ez csak az én abszolút szubjektív hozzáfűzésem, és nincsen mellé kutatás, csak a kutatás az bizonyítja, hogy a depresszió mégis megjelenik, pedig vannak ritusok, hogy próbál elengedési ritusokat tenni, például ez a feketének a letevésének a törvénye, hogy van 6-7, 3 hónap, fél év, 1 év. És akkor ebben én is pont benne vagyok, meg már évek óta benne vagyunk ebben, hiszen sokkal előbb van a halál az esélye, mint a többségi társadalomnak, hogy így vannak hónapok, amikor felkészülhetünk arra, hogy elkezdődjön egy új éve az életünknek, vagy egy új fodra mentál, és szerintem ezek így nagyon fontos és jó dolgok. Csak így egyetem azt mondom, hogy köszönöm, hogy tudom, hogy elmozdultunk ennek a normatív elemében, mert szerintem ez egyszer leírható azon a módon, hogy a szóbeliségben élő, tehát hogy az írásbeliségben élő, meg a szóbeliségben élő társadalom részeknek a különbözősége. Tehát a szóbeliségben élő társadalom részek, azoknak nagyobb a ilyen értelemben a halottról való beszélgetés, a ilyen értelemben vett emlékezés. A valószínűleg a polgárosodottabb része, vagy az iskolázottabb része a társadalomnak, az egyszerűen kifejezi azt, hogy a temetkezésben ugyanúgy tükrözteti a réteg szerkezetet. Tehát a mit tudom én, a kis Erika nevű volt hallgatóm, ő az erdélyi zsidó temetőknek a szerkezetét írja le. Na most teljesen pontosan letükrözi a temető a társadalmat. És itt ugye csak az a ugye egyetlen zavaró körülmény, hogy a vallási hierarchia, ugye, az nem teljesen azonos
a világi hierarchiából, és ugye az okoz bizonyos, hogy mondjam, működési zavarokat, hogy valaki följebb van a világi társadalomban, ami menet közben meggazdagodott, mint ahol nekünk egyébként a helye lenne a temetők rendszerében. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg ezt az egész temetés ügyet valószínűleg nem célszerű egy ilyen, vagy legalábbis én nem tenném egy ilyen jó-rossz, vagy embertelenedés, vagy egy, hanem egyszerűen arról van szó, hogy tükrözi a társadalmat. Tehát mint ahogy nem tudom, az öltözködés is, szóval öltözködés is arra való, hogy tükrözze a társadalmat, és a modernitás az éppen ennek a tükrözési funkciónak valami fajta legyengülését hozza. Tehát ez így nézünk ki egy konferencián, még 50 évvel ezelőtt a Tibor, mi ketten jól emlékszünk erre, az emberek állandóan öltönyben és nyakkendőben ültek akadémián, és úgy csináltak, mintha ez egy ilyen izé lenne, mintha konferencia az nem egy ilyen értelmiségbeszélgetés lenne, hanem valamifajta ilyen ünnepi aktus. Tehát a modernizáció épp az, hogy kiveszi ezeket a formalitásokat. Na most szerintem a temetéssel is ez történik egyébként, tehát az, hogy a temetésben is, tehát azért van a régi Angliában ennyire normatív rendje a temetésnek, mert egy nagyon tagolt társadalomról van szó. Ahogy ez a modernizáció végül megy, most már ez az NSZ, ebből a szempontból bármi elmegy. A londoni temető kapcsán nagyon szép voltam a kiválasztott képek, az aljás. Csak érdekességként mondom, hogy én amikor elmegyek egy városba, úgy keresek olyanokat, amit így nem sztárolnak. És Londonban többször voltam, direkt olyan temetőt látogattam meg, ami nem tartozik bele a hétben, és ugyanezeket az élményeket tudja átélni az embernek. Mondjuk Kensington szélén találtam egy olyan temetőt, amelyet nem egy felsorol, de nem egy élmény volt számomra, és hát nyilván így utólag érdemes azt, hogy az ember elmegy egy ilyen helyre, és akkor a társadalmi változásokat vagy a utat nézi. Csak én akkor mindig azt teszem, hogyha valaki eljön Budapestre, és elmegy a kerepesi temetőbe, és akkor a végig sétál munkás mozgalmi Pantheon mellett elhelyezkedő, nyilván onnan elmozdíthatatlan sírokon, és aztán most ugye már nagy felújításon esett át mellette a Salgótarjáni úti zsidó temető, még oda diákként másztam be többször, mert annyira érdekel. Tehát, hogy más az, amikor hagyja egy társadalom lepusztulni, és mondjuk azért megközelíthetetlen, vagy pont azok az emlékek nem látszanak, vagy pont azért, mert nem akar valamiket eltávolítani, mert mondjuk politikailag ez egy érzékeny kérdés, tehát hogy Londonban szerencsére nincsenek ezek a kettősségek, hogy nagyon lepusztult és elhagyatott, meg ugyanakkor egy olyan múlt sem, amit szégyelnének. Szerintem sokkal tudatosabbak az angolok a kultúrörökség, meg ez az English Heritage, National Heritage, ez egy gyakorlatilag mindenkinek a vénájába be injektált valami, és mi szerintem ebben sokkal kevésbé vagyunk. Nyilván itt a háború után a szocialista, stb. Évek talán belejátszottak ebbe, de mi sokkal kevésbé vagyunk tudatosak a nemzeti értékeink megőrzésében. Hát nem tudom. Más példa. De egy apró példa, családi emlékeket egy apró ellenpélda, hogy családi emlékeket kerestem református kovácsházban, ez mező kovácsháznak most már kérdezett, de régen annál falu volt, nagypapám ott született, és hát a temető az elég elhagyomolt állapotban volt, tehát hogy mire a sírokról van, amit letudtam, most az komoly fizikai munkát jelentett, de valamelyik 48-as, nem tudom, tábornoknak a dovász fiúja, az onnan származott, és az teljesen kiglancolva a szomszéd megyéből a általános iskolák diákjai hordták oda koszorút. Tehát ott az egyik sarokra szép meg volt csinálva, de maga a temető az nem. Tehát ez is egy ellen példa, hogy ilyet nyilván Angliában nem lát az ember, hogy... Szerintem azért a zsidó temetőt azért ez nem zsidó temető. De ezt most nálunk is van a zsidó temető.
tehát nálunk is egy nagy csokúr van, tehát mi kell tényleg nagy sérkövekre menni, ott vannak a sérkövek, és még viszonylag olvasható is kifekszik alatta, de egyszerűen nem